A videó támogatója a Tiszta Energiák. A csatornán nagyon sokat foglalkoztunk az elmúlt hetekben a hibrid napelemes rendszerek telepítéséről szóló pályázattal. Na most az előregisztráció hivatalosan még mindig nyitva van, bár a 15 000 hely már betelt. Ennek ellenére rengeteg kérdés maradt akár műszaki, akár pályázati oldalról, vagy akár abból a szempontból, hogy kinek jó egy ilyen rendszer, úgyhogy eljöttem a Tiszta Energiákhoz, és beszélgetni fogok Mokri Tamással, ügyvezetővel, hogy pontosan mi a helyzet ezekkel. Nyilván, amint ez a pályázat felkerült, és az emberek meglátták azt, hogy mennyibe kerülnek ezek a rendszerek, egyből mindenki kapcsolt, hogy hoho, de hát ezek úgynevezett off-grid rendszerként, amit most hibrid napelemes rendszerként kínálnak a cégek, tehát ezek off-grid rendszerként elérhetőek fele harmadáron. Most, hogy megjött a pályázat, hirtelen megduplázódtak az árak, és majd, hogy a napelemes cégek fogják magukat gennyesre keresni. Igaz ez? Nem. Ha az egy szavas rövid válaszra vagy kíváncsi. Ugye itt a forgalmakat egyből külön választanám. A klasszikus off-grid rendszer egy olyan rendszer, ami teljesen függetlenül működik a hálózattól, és jellemzően abban a tanyavilágban kerül kialakításra, ahol nincs is vezetékes hálózat. Ez egy klasszikus off-grid rendszer. Na most itt hibrid inverterekről van szó, és hibrid rendszerről, ami egy olyan rendszer, ami képes szinkronban működni a hálózattal együtt. Teljesen más dologról beszélünk. Csak hogy tisztelássunk, ezek az úgynevezett off-grid rendszerek, ezek ilyen 2-3-3,5 millió forint körül érhetőek el az interneten, majd amikor az emberek meglátták azt, hogy egy ilyen hibrid rendszer telepítési költsége 7 millió forint, aminek ugye 66%-át most állambácsi állja, hogyha valaki nyer a pályázaton, akkor tök jogosan gondolhatták azt, hogy itt valamiféle lehúzás, pénz másik zsebbe csúsztatás történik, de azt mondod, hogy nem. Mi a különbség a két rendszer között műszaki szempontból? Egy off-grid rendszernek ugye az önmagában működik, az önmagában képes egy egészet. Na most, itt a legtöbb pályázó, az összes pályázó olyan ingatlanra rendelkezik, ahol van vezetékes, normális áramellátás. És nekünk egy olyan rendszert kell építenünk, ami ezzel a rendszerrel, ezzel a hálózattal képes szinkronban működni. Egészen más biztonsági előírások vannak, egészen más engedélyezési folyamat van, minden más. Sokkal komplexebb, sokkal bonyolultabb a rendszer, és sokkal többet is tud. Tehát ezt el kell mondani, egy hagyományos off-grid rendszernek abszolút megvannak a korlátai. Egy ilyen hálózatra kötött rendszer sokkal többet tud. A sokkal többet tud alatt számomra, mint laikus, azt tűnik a legfontosabbnak, hogy nem kell kézzel kapcsolgatnom, hogyha esetleg elmenne az áram. Tehát tegyük föl, hogy egy olyan épületre rakok fel egy ilyen off-grid rendszert, aminél nincs áramellátás, akkor ez ugye nem okoz gondot, hiszen mondjuk egy hétvégi házam van, kimegyek a tanyára, ott töltök 2-3 napot, és akkor tetszőlegesen ellát árammal, ameddig tart az akkumulátor, amit telepítettem. Viszont, hogyha ezt egy olyan objektumra telepítem, aminek van hálózati áramellátása, és mondjuk szeretném használni az általam megtermelt elraktározott energiát, akkor át kell kattintanom tényleg egy kapcsolót? Nem. Hál' Istennek itt nem kell, ezek teljesen önmagában. Bocsánat, az off-grid rendszereknél. Off-grid rendszer esetében nem is szabad, hogy kapcsoló legyen. Ez, tehát azt kell látni, azok a rendszerek, amik egy klasszikus off-grid rendszer, és a hálózatra is rá van kötve, ez teljesen illegális. Tehát egy ilyen esetben ez gyakorlatilag jogosulatlan vételezésnek a bűncselekménye vagy szabály sértése valósul meg, ami, hogyha kiderül, akkor egyrészt lekapcsolják a hálózatról az egész ingatlant, másrészt bírságot kell érte fizetni. Tehát itt gyakorlatilag itt tényleg életekkel játszunk, itt nem szabad egy napelemes rendszert, ami áramot képes termelni a hálózatra is, úgy rákötni a hálózatra, hogy erről egy, nem tud a hálózati engedélyes, kettő, nem látja el azokat a biztonsági funkciókat, amik adott esetben életet is meg tudnak védeni. Milyen biztonsági szempontokról van itt szó? Hát itt leginkább arról van szó, hogy amikor elmegy a hálózati áram, akkor ez 1000%-ig biztosnak kell lenni, ez műszakilag egy kettős galvanikus leválasztással oldják meg, hogy az inverter maga egészen biztosan nem tud kitáplálni a hálózatba. Igen, itt felmerülnek olyan problémák, hogyha mondjuk az elektromos művek munkatársai elkezdenek dolgozni az oszlopon, vagy a trafóháznál, vagy az elosztónál, akkor őt megvághatja az az áram, amit az én hebrákolt rendszerem visszatáplál. Igen. Mindezzel együtt azért szerintem fontos elmondani, hogy meg lehet építeni tényleg a tanyavilágban egy ilyen rendszert nívósan, biztonságosan. Abszolút. Mi is építünk ilyen rendszereket, tehát mi a tanyavilágban is mi építünk komplex szigetüzemi rendszereket. De ez egy teljesen más történet, mint egy hálózattal szinkronban működni képes hibrid rendszer. És akkor is el is érkeztünk a hibrid rendszerhez, hogy mitől hibrid ez a rendszer? Oké, tehát kezdjük az alapoknál. Kitárgyaltuk az off-gridet. Oké.
Hagyományos esetben, tehát ha mondjuk a múlt évet nézzük, és még szaldóelszámolás volt, ott klasszikusan úgynevezett on-grid, hálózatra visszatáplálós napelemes rendszerek kerültek telepítésre. Ez ugye azt tudta, hogy amikor sütött a nap, termelt az inverter, vagy elfogyasztott a helyben az ingatlan, vagy pedig kitáplálásra került a hálózatba. Ugye azzal, hogy január 1-től a bruttó elszámolás korszakába léptünk, ez már nem annyira szexi így, hiszen az történik, hogy amit kitáplálunk a hálózatba, azért 5 forintot kapunk, míg mi 40 vagy 70 forintért vételezünk egy kilovattórát. Tehát nekünk a célunk az az, hogy a napelemes rendszerünk megtermel, vagy elfogyasszuk helyben, tehát kicsit okosítsuk a házat, vagy pedig eltároljuk az energiát, és minél többet tudjunk felhasználni akkor, amikor nekünk az ingatlanunknak szüksége van rá, és nem süt a nap. Ez a klasszikus hibrid rendszer. Tehát, ha jól értem, akkor járok jól, hogyha minél többet felhasználok a megtermelt így van, áramból. Pontosan. És ugye van egy akkumulátorom, amiben el tudok tárolni 10 kWh-t? Hát most ez a pályázat klasszikusan minimum 7,5, maximum 10 kWh akkumulátor kapacitást ír elő. Nyilván érdemes minél nagyobbat telepíteni egy harmadáron. Nagyon sok informatikus vállalkozó ismerősöm van, és a legfontosabb kérdés, amit nekem szegeztek ennek az ügynek a kapcsán, amikor elkezdtünk vele foglalkozni a Check Engine-en, hogy most akkor lesz egy saját szünetmentes tápom? Oké. Alapesetben egy hibrid rendszer nem szünetmentes tápként működik. Ez egy plusz extra, amit az inverter tud, vagy nem tud. Ha majd beszélünk esetleg arról, hogy milyen szempontokra érdemes figyelni, akkor én ezt egy nagyon fontos szempontnak látom, igen, amit pontosan elmondtál, hogy egy, képes legyen szigetüzemi működésre is az adott inverter, kettő, ez tudja gyakorlatilag 10 millisekundum alatt átkapcsolással, azaz, hogy kvázi, amit mondtál pontosan, hogy szünetmentes tápként is tudjon működni. Ez a 10 millisekundumos átkapcsolás, ez többször előjött. Ez valamiféle iparági szabvány, igen, hogy ilyenkor még nem állnak le a berendezések? Vagy... Így van, pontosan így van. Igen. Tehát ez gyakorlatilag ez az átkapcsolási idő, amit nem vesz észre a felhasználó. És hogyha én most éppen válogatnék különböző napelemes cégek ajánlatai között, akkor mi az a specifikáció, vagy mi az a certifikét, amit vizsgálnom kell az adott inverteren, hogy tudja ezt? Okay. A 10 millisekundumot, vagy hogy ami alkalmassá teszi egy ilyen tartaléküzemre? Backup üzemként hivatkoztunk erre így korábban. Van, tehát, mit kell figyelnem? Hát meg kell kérdezni a forgalmazótól. Tehát ez két fontos kérdés. Első fontos kérdés. Tudom-e a backup üzemmódot? Ugye itt két lehetőség van. Egy, nem tudja, egyáltalán nem tudja. Kettő, tudja, de kell hozzá egy külön minősített backup doboz. Három, tudja úgy, hogy be van építve az inverterbe. Nyilván ez a legelőnyösebb. Mert akkor, hogyha ez esetleg az ember később akar, mégis backup üzemmódot, vagy egyből akar, sokkal olcsóbban meg lehet oldani, hogyha az inverter önmagában erre föl van készítve. Ha jól gondolom, azt azért nem annyira szeretné a házamban letelepített akkucsomag, hogyha mondjuk elmegy otthon az áram, én mondjuk pont a ház előtt töltöm a villanyautót, és szerencsétlen akkucsomag így horpatra szívja magát azért, hogy a villanyautó töltést, meg mondjuk az indukciós tűzhelynek az üzemeltetését ellássa. Meg tudom azt válogatni, hogy milyen fogyasztók használhassák ezt a backup üzemet, vagy ilyenkor, hogyha megy, akkor addig megy a házam a 10 kWh-ról, ameddig tart a 10 kWh. Ez gyakorlatilag a beruházónak a döntése. Itt mindenképpen a backup üzemre egy úgynevezett védett fogyasztói kört érdemes és kell kialakítani. Tehát itt pontosan ez van, amit mondasz, hogy el kell dönteni, hogy áramszünet esetén mik azok a fogyasztók, amiket én mindenképpen el szeretnék látni villamos energiával. Ezeket, ez egy elég komoly villanyszerelés a házon belül, ezeket egy önálló körre kell raknunk, és ezek rá lesznek kötve az inverternek a backup kimenetére, és csak ezek a fogyasztók lesznek árammal ellátva áramszünet esetén. És akkor nem kell kapcsolgatnom, nem kell rohannom, hanem ha én azt szeretném, hogy a routerem, a számítógép, azt a, meg mondjuk a világítás, mikrohullámú sütő még talán belefér, tehát hogy kis fogyasztók, azok stabilan működjenek, akkor ez megoldható. Abszolút így van. Ugye azt kell látni, hogy a pályázatban ugye maximum 5 kW-os inverterekkel lehet gazdálkodni. Ez gyakorlatilag 3x8 amper tud fázisonként. Tehát ebbe a 3x8 amperbe kell beleférnem, és a 10 kWh energiába, ami nekünk tartalékban van, amit aztán nyilván ez nagyon fontos, hogy mondjuk a UPS-sel szemben egy nagyon nagy különbség, egy UPS, ha az lemerült, lemerült, nincs több. Itt viszont, mi az a UPS? Az egy szünetmentes betápot jelent. Itt pedig egy olyan speciális szünetmentes betápot is kaphatunk a megfelelő inverterekkel, amit, ha kisüt a nap, szépen újra föl tudjuk tölteni árammal. Menjünk tovább a rendszer elemeire. Tehát, hogy tisztázzuk, hogy miből áll össze egy ilyen rendszer, gondolom nem egy atomtudomány, napelem, inverter és akkumulátor. De hogy azért ebben a rókajukban nagyon-nagyon el lehet veszni.
mert hogy számít az összeszerelés minősége, a kábelezés minősége és hasonlók. Mik azok a sarokpontok, amiknek mindenképpen oda kell figyelni? Hát, hogyha elkezdtünk az inverterekről beszélni, akkor lehet, hogy ezt a tömegkört érdemes lezárnunk. Ugye beszéltünk arról, hogy egy inverter, nem mik a fontos szempontok. Ugye mondtad, hogy backup nagyon fontos, sőt, akkor ezt tudja szünetmentesként, ha már van. Akkor én nagyon kiemelném azt is, hogy miután ezek az inverterek nem csak nappal fognak működni, amikor süt a nap, hanem éjszaka is, amikor mondjuk áramot használunk és kivesszük az akkumulátorból, és ezek az inverterek döntő-döntő többségben benn lesznek az épületben. Ezért én nagyon fontosnak tartom azt, hogy passzív hűtéshez zajmentes invertert választunk. Ennek az az oka, mert konkrétan tudok ilyen ügyfélről, ahol egy elég hangos, aktív hűtéses inverter lett felszerelve, hogy ő leszereltette az invertert, nem tudott tőle aludni. Ez az aktív hűtés, pörög a ventilátor. Így van. Ez általában ilyen 35-55 decibeles zajt jelent. Azért ez éjszaka zavaró tud lenni. Az akkumulátorok elhelyezésénél ugye a külső hőmérséklet az egy erősen befolyásoló tényező, tehát 0 fok alatt drámaian lecsökken a terhelhetőségük, kapacitásuk. Az inverternél is van ilyen, hogy jobban szeret kint lenni, bent lenni? Az inverternek sokkal szélesebb hőmérséklet tartományban tud optimálisan dolgozni, de itt amiatt jó az akkumulátornak a közelébe lenni, hogy ne kelljen úgynevezett DC tűzszakasz, tűzszakaszi leválasztó kapcsolót beépíteni, ami utána korlátozni fogja a backup lehetőségeket. Tehát mindenképpen az a szerencsés, hogyha az akkumulátor bent van, és annak a közelében van az inverter. Érthető. Napelemek. Nagyon nagyot lépett előre a tudomány az utóbbi években, és tudom, hogy talán ez a kedvenc témát, hogy órákat tudsz róla beszélni, de hogy milyen fajta napelemek kerülnek most föl, és milyen hatásfokkal tudnak ezek működni, és esetleg hasonlíts már kérlek ahhoz, hogy mi volt 10 éve, csak hogy látható legyen a... 10 éve, akkor az nagyon-nagyon régen volt, hogy mi 15 éve foglalkozunk napelemekkel. Hát 10 éve még alapvetően polikristályos napelemek voltak, de a Molónak annyira lement a gyártási költség, hogy kvázi letudta, teljesen kiszorította a polikristályos napelemeket, hogy a Molónak az volt a nagy előnye, hogy a hatásfoga magasabb, ez ugyanazon a felületen nagyobb teljesítményt tudtunk lehozni. Na, a Monónak ment tovább gyakorlatilag a fejlődése, és ami most az elmúlt években, de tényleg sokat nem szeretnék beszélni, ugye a PERC technológia volt, ami volt egy nagy novum és újdonság, és gyakorlatilag a PERC-et most 3 olyan, hát ilyen trónkövetelő van, aki úgy látom, hogy kiszorítja, az egyik a HPBC technológia, a másik az N-type tokon és a HET napelemek, és talán abból a szempontból, tehát én nem akarom ezeket részletesen kielemezni, erről volt egy félórás videóm egyébként, hogy most nagyon sok beragadt napelem készlet van Európában, még a régi típusú napelemekből. És tehát azt érdemes megnézni, hogy ne ilyet válasszunk, mert gyakorlatilag ezek az új típusú, ez a 3 felsorolt típus, ugyanazon teljesítményen kb. 10%-kal magasabb hozamot tudnak realizálni, és ez fontos. Tehát egy felhasználók, ez fontos, hogyha leraktam mondjuk 6 kW-pik napelemet, az nem mindegy, hogy az 7000, 7500 vagy 8000 kWh-t fog hozni akár egy évben. Ezt akartam kérdezni, hogy esetleg valamiféle arányszámot vagy viszonyszámot tudnám mondani, hogy mondjuk a korai napelemek, tehát az általatok telepített korai napelemek egy négyzetméterre vetítve hány wattot, hány kWh-t termeltek meg mondjuk egy évben, és a modern napelem táblák négyzetméterre ehhez képest hány kilovattórát termel? Hát, klasszikusan mondjuk nagyságrendileg ugye egy napelem, az mondjuk 1 méterszer 1,70 volt, amikor mi kezdtük. Ezek még a 200 wattot se érték el anno, 15 évvel ezelőtt. Most egy közel ugyanekkor a felületen jóval 400 watt fölött vagyunk. Tehát azt lehet mondani, hogy kvázi megduplázódott a fajlagos hatások és teljesítmény. Érthető. És az akkumulátor? Ha jól tudom, az LFP a nyerő, főleg biztonsági okokból, abszolút. Hiszen az embernek be kell költözni egy 10 kWh-nyi akkumulátorral egy légtérbe, és azért nem lenne nagyon jó, hogyha ránk égne a ház, már pedig a lítium-vas-foszfát technológia, ami talán ebből a szempontból a legelőnyösebb. Ezek új akkumulátorok, vagy pedig esetleg mondjuk villanyautókból reciklált akkumulátorok, mert ugye láttunk ilyet is. Igen. Nem lenézendő, én például... Meglepődtem, hogy azért szállt el Kelet-Európában a használt Toyota Prius akkumulátorok ára, mert hogy az Uralon túli régiókba előszeretettel telepítenek belőlük szigetüzemet. Így van, tehát pontosan, hogy akár visszautalni arra, amivel kezdtél, hogy például miért olyan olcsók ezek a szigetüzemek, mert nagyon sokban használt, kiszolgált villanyautó akkumulátorok kerülnek kiszerelésre és beépítésre, gyakorlatilag ezekben az off-grid rendszerekben. Mi ott se ilyet használunk, zárójelbe zárva.
De ezek egész természetesenek új akkumulátorok, vasfoszfátos akkumulátorok, tehát itt ugye nagyon fontos különbségek vannak. Az egyik az, hogy itt ugye 5%-től egészen 100%-ig tudjuk használni az akkumulátornak a kapacitását. Ugye egy hagyományos lítiumos akkumulátor azért mondjuk 20-80% között szeret tartózkodni, ugye itt van már egy önmagában egy nagyon nagy előny. A másik az, hogy a ciklus szám. Tehát gyakorlatilag itt azért legalább 6000 ciklusra szoktak 10 éves garanciát vállalni, ami hát nagyon nem mindegy. Ez a 10 éves garancia, ez kapacitás csökkenéshez kötött? Tehát, igen, hogy 10 éven belül még tudni fogja 93%-át, vagy pedig 10 éven belül ez az akkumulátor már cseréje lett? Ezt ketté bontanám. Az egyik az, hogy működni fog maga az akkumulátor, a másik pedig a ciklus számhoz egy bizonyos teljesítmény van hozzárendelve. Ez általában ilyen 60-65-70% gyártót függően, hogy hány százalékos kapacitást várnak, még minimum, vagy ígérnek egy adott ciklus szám után. Melyik a rendszer legtartósabb eleme, és mi az, aminél mondjuk, hogyha én hosszú távon tervezek ilyen, mert ugye itt a megtérülés az, mondjuk, hogyha valaki kisebb fogyasztó, az akár évtizedben is mérhető. Mire kell számítanom, hogy először majd a napelempanelekkel kell foglalkoznom, az inverter fog elfüstölni, vagy egyszerűen az akkumulátor adja fel? Hát a legtartósabb rész, én azt mondom, hogy ha az ember egy minőségi napelemet választott, akkor biztos, hogy az a napelem. Tehát amit például mi használunk napelemet, az egy üveg-üveg napelem, N-type TOPCon üveg-üveg napelem, vagy pedig ez a bizonyos HPBC technológia, amiben backcontact technológia van, ezért kisebb a felületi nyomás, ez egy nagyon-nagyon tartós napelemek. Itt ugye alapesetben 25 év a termékgarancia, nagyon fontos. Tehát ezt a gyártóvállalja 25 év termékgaranciát, és 30 év teljesítménygarancia van rá. Tehát gyakorlatilag azt ígéri a gyártó, hogy az újkori teljesítményének 30 év múlva a 87%-át fogja tudni, tehát brutális, hogy mit fejlődött az iparág. Csak visszautalva, egyébként a régi napelemeknél klasszikusan az volt, hogy 10 év garancia, termékgarancia, és 25 évre 80% teljesítménygaranciát vállaltak. Tehát, hogy ebből is látszik a iparági fejlődés. Tehát a napelem, ha volt tényleg jó minőséget választottunk, az hát kvázi örök darab. Tehát, hogy sok-sok hosszú-hosszú évtizedekbe lehet gondolkodni. Ami itt az érzékeny rész, az inverter, illetve az akkumulátor. Az inverter lesz akkor a következő évtizedek gázkazánja? Hogy egyszer majd csak így elpukkan, és az ember vakarja a fejét a legrosszabbkor? Hát egyébként ez egy nagyon fontos szempont, amit felhoztál. Tehát amikor mondjuk egy kivitelezőt választunk, vagy mondjuk egy inverter típust választunk, akkor szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos szempont, hogy egy olyan céget választunk, és egy olyan terméket, ami ott valós szerviz háttér van. Tehát nagyon sok esetben például visszaüzelve ezeket a mókolt szigetüzemű rendszerekre, ezek ilyen Alipayről összevásárolt elemek, ami mögött semmilyen magyarországi szerviz háttér nincsen. Tehát itt, hogyha bármi elromlik, hát akkor az elromlott. Nem lehet gyakorlatilag érvényesíteni a garanciát. Érthető. És akkor az akkumulátorok? Ezeknek a, nem tudom, például a Tesla a korai roadstereknek a mai napig cseréli az akkumulátorát. Nyilván pénzért, de hogy beszámolják a használt akkumulátort reciklálásra, és adnak modern technológiával szerelt akkumulátort. És ha mondjuk kitelik ez az akkumulátornak ez a 10 éve, és olyan kapacitásvesztésem van, hogy muszáj cserélni, akkor lehetőségem van erre is. Én azt gondolom, hogy egy megbízható, stabil gyártónál, aki vállalt egy garanciát, ezt írásba vállalta, olyan beszállító van mögött, aki szintén hitelt érdemlő, ott ez egy reálisan élő garancia. Egyébként csak egy zárójelbe, hogy például a napelemeknél is. Tehát, hogyha valaki szürke importból vásárol napelemet, tehát mondjuk az első, mondjuk, ugye itt napelemeknek a döntő része kínai, Kínából származik. De hogyha mondjuk egy kínai nagykereskedőn keresztül jön be az európai piacra, arra nem él az európai garancia. Ezt nagyon sokan nem tudják. Tehát én nagyon fontosnak tartom azt, hogy tényleg kit választ ki az ember, lehetőleg egy régi, stabil, megbízható forgalmazó legyen a termék mögött és a rendszer mögött, mert ez nem csak a kivitelezés minőségére ad egyfajta garanciát, hanem a sok-sok év múlva, esetleg a szerviz problémákra is nagyobb valószínűsége ott lesz a cég és helyet fog állni. Beszéljünk egy kicsit a kényelmi szempontokról. Ugye itt már szó volt arról, hogy azért csendes legyen az inverter, ne zúgjon benne a ventilátor és hasonlók, de hogy most már ezek is okos eszközök, tehát mobiltelefonnal tudjuk követni azt, hogy éppen mi történik. Ez milyen lehetőségeket nyit ez ki? Tehát mondjuk kapok a telefonra notit, hogy most kisütött a nap és töltődik az akkumulátorom, vagy itt azért még nem tart a dolog? Üzenetet nem kapsz, de gyakorlatilag folyamatosan szemmel tudod követni, a telefonodon látod azt, hogy pontosan mi történik, hogy
real time, valós időben hány kilovattot termel a napelemed, ebből mennyi az otthonodnak a fogyasztás, ugye egy smart meter is beszerelésre kerül, tehát látod az otthonodnak a fogyasztását, látod, hogy ebből mennyit termelődik be az akkumulátorba, mennyit veszel a hálózatból, vagy éppen fordítva megtelt az akkumulátor, tehát pontosan látod az energiaáramlást, ebből látsz napi, heti, havi, éves statisztikát, tehát gyakorlatilag folyamatosan figyelemmel tudod kísérni a rendszernek a működését. Akkor én mondjuk így ránézek a telefonomra, hogy drágám, akkor kapcsold be a szárítógépet, mert most süt a nap. Sőt, akár arra is van lehetőség, és pont erről szól az okos otthon, hogy nem neked kell szólni, hanem mondjuk az inverternek adott kimenetére rá tudsz kötni mondjuk egy fogyasztót, mondjuk jellemzően mondjuk egy vízmelegítőt érdemes erre, ahol tényleg kvázi szinte mindegy, hogy mikor melegítjük fel a vizet, és akkor fogja fölmelegíteni a vizet, amikor süt a nap. Ezért nem kell a hálózatból vételezni. És ez ugye túlmutat azon, hogy a haveroknak mutogatod a péntek esti sörözésnél, hogy nézzétek, mennyit termeltem. Vannak ilyen ismerőseim. Nézzétek, mennyit termeltem. Hanem ez tényleg a tudatosabb és főleg az olcsóbb életvitelhez. Abszolút. Tehát megrövidíti a megtérülést. Szuper. Na most van azért ennek egy durva infrastruktúrális háttere, és szeretném, hogyha ketté bontanánk a szolgáltató oldaláról. Három fázis légkábel, földkábel, hasonló szimpatikus és drága dolgok, valamint az, hogy a háztetőnek a kialakítása és a napelemeknek a statikai elhelyezése. Itt mit érdemes szem előtt tartani? Jó, hát én azt mondom, hogy a háztető egy adottság. Tehát, hogyha nem egy náttetőd van, vagy nem egy palatetőd van, mert ezt a kettőt akkor hát érdemes lecserélni, de ha más, tehát hogyha van egy normál cseréptetőd egy nem éppen összedőlő ingatlanoddal, akkor ezt meg kell tudni oldani. Mm. Tehát itt ugye az fontos, hogy ugye egy napelemes rendszer, akkor termít az északi félgőnkben a legtöbbet, hogyha délre van tájolva, viszont, hogy most már nekünk figyelembe van véve az is, hogy ez mikor történik, tehát most már nem csak az összfogyasztás számít, hanem ezek az időbeli eloszlása is, ezért abszolút nem baj, hogy itt különböző dőlésszögek vannak, annyira, hogy itt figyelembe kell venni, hogyha itt ugye kettőnél több tetőség van, akkor itt optimalizálókkal kell ellátni a napelemeket, mert normál esetben a napelemek sorba vannak kötve, és mindig a leggyengébb láncszem szerint termel az összes, kivéve, hogyha optimalizálóval látjuk el, és most akkor nem hozzák le egymást. Az optimalizáló az pontosan mit jelent? Ez egy felülvezérlő? Kvázi igen. Tehát egy önálló munkapont lesz az összes napelem. Ja, tehát nem az történik, hogy az egész rendszer a leggyengébben teljesítő panel pontosan teljesítményét adja ki? Hanem mindegyik panelből kihozzuk a maximumot. Ez ilyenkor egy opcionális dolog, hogyha a háztető adottságai rosszak, vagy igen, pedig ez ma már minden rendszernél alap. Nem, ez opció. Ez opció, érthető. Jó, viszont szükségem van három fázisra. Ez sajnos alapvetés, ami most egy ilyen kellemetlen pluszköltségnek tűnhet, viszont hogyha az ember mondjuk villanyautóra vált, akkor ez az egyik legjobb dolog, amit tehet. Ez egy villanyautót is lehet egy fázisról tölteni, ugye maximum 7 kilovattal. Hát konnektorba, és ez nagyon hosszadalmas. Igen. Tehát azt kell látni, hogy Magyarországon úgy van a szabályozás, hogy maximum egy fázison 2,5 kilovattos invertert lehet elhelyezni. Ez egyébként szakmailag nem értünk egyet, régen 5 kilovatt volt, semmi gondot nem okozott a hálózaton, úgyhogy itt egy hálózat aszimmetria kérdése merült föl, egyébként inverterek kapcsán, hogy erről még külön beszélgethetünk. De most tényleg ez a szabály, ugye a pályázatban minimum 4 kilovattos inverter, maximum 5 kilovattos invertert lehet beadni, ugye ez eleve csak 3 fázison lehetséges. Tehát ha valakinek egy fázisa van, akkor igen, föl kell bővíteni 3 fázisra, ennek van költsége természetesen. Adminisztrációs terhe? Adminisztrációs terhe is van, ez idő is, igen, meg macera is, de nem egy megugorhatatlan feladat. És utána érdemes a fogyasztókat is szimmetrikusan elosztani a 3 fázis között, ez is nagyon fontos. A napelemtelepítő cég ezt a pályázat keretein belül minden esetben vállalja? Muszáj, hogy vállalja. Igen. És nyilván akkor jár az ember igazán jól, hogyha légkábele van, tehát hogy egy vezetéken jön be fölül a derej, mert a földkábelnél ott akkor viszont egy föld. Igen. Egyébként ha már ezért fölmerült ez az egyfázis meg 3 fázis, az invertereknél külön kiemelném azt a pontot, hogy vannak szimmetrikus és aszimmetrikus inverterek. Ez egy nagyon fontos szempont. Ugye Magyarországon ma per pillanat az úgynevezett algebrai elszámolás van élményben, ami azt jelenti, hogyha én az egyik fázison betermelek, a másikon fogyasztok, akkor nem az történik, hogy a kettő szaldójával számolok el, hanem egyik oldalról megveszem a drágán a 70 forintos vagy 40 forintos áramot, és 5 forintért adom el. Tehát ezért végtelenül fontos jelenlegi elszámolási rendszerben, gazdasági szempontból is, az aszimmetrikus invertereknek a választása. Ez is egy plusz szempont az inverterekhez. Elképesztő, hogy mennyi van ezekben a dobozokban. Igen. Jó, és így a végére. Kinek igazán jó
egy hibrid rendszer, felteszem, akinek már van egy szaldó elszámolásos rendszer, vagy éppen csak kiesett a szaldóból, neki nem érdemes lebontani, viszont aki esetleg a szaldóról lecsúszott, akár anyagi, akár időbeni okok miatt, annak érdemes lehet vele foglalkozni. Mi az az életvitel, aminél ez a legoptimálisabban kihasználható? Fogyasztásra gondolok, fogyasztókra gondolok. Fogok ezzel fűteni? Fogok ezzel villanyautót tölteni? Oké. Tehát ha most az 5 kW-os rendszerről beszélünk, akkor ebből alapvetően nem fogunk fűteni, és nem fogunk villanyautót tölteni, mert itt maximum ilyen 6-6500, maximum 7000 kWh-t fogunk megtermelni egy ilyen rendszerrel. Ez azért olyan nagyon sok mindenre nem elég. A fűtésre például egy normál ingatlan méretnél, hát semmiképpen. Ott éri meg ez legjobban egyébként, minél nagyobb az energia felhasználás az ingatlanban. Ennek az az oka, mert hogyha minél többet használunk, ugye annál többet vásárolunk a drágább áramból, a 70 forintos áramból, ez az egyik szempont. A másik pedig, hogy annál nagyobb valószínűséggel fogom a napelemből megtermelt energiámat és eltároltat közel 100%-ban elfogyasztani. Mert akkor lesz jó a megtérülés. Ugye én minél többet táplálok ki a hálózatba, akár azért, mert nem tudok többet elhasználni, már tele van az akkumulátorom, és süt a nap, és be fogom tolni a hálózatba, azt 5 forintért fogom realizálni. Míg ha elfogyasztom, vagy 40, vagy hogyha sokat fogyasztok, 70 forintért. Tehát minél több az áramszámlánk, annál jobban fog megtérülni. De ha jól értem, akkor ennek a villanyszámlának nem nagy fogyasztóból, hanem több kisebb fogyasztóból kell összeállnia. Ez teljesen mindegy. Tehát hogyha valaki autót tölt, fűt, mindent csinál, árammal, ott fog legjobban megtérülni a napelem, hiszen ott fogja tudni közel 100%-ban kihasználni a minden egyes elektront, amit a napelemes rendszerünk termel. Ha nekünk pici a fogyasztásunk, akkor a legnagyobb esélyünk arra, hogy sokat fogunk kitáplálni a hálózatba 5 forintért, ami meg nem jó nekünk. Nagyon szépen köszönöm, remélem nem maradt kérdés, hogyha maradt, akkor menjetek fel a Tiszta Energiáknak a YouTube csatornájára, mert ott ennél lényegesen hosszabb, kifejtős videók állnak rendelkezésre, inverter, napelem és egyéb témákban.